Felesleges, ha az éjjel nem tökéletes, barátoddal osztod az álmod a málnásba, a macival együtt jártok. Szerintetek miről fog beszélni Orbán Viktor? Hú, hát nem tudom, a jövőről, mert a nemzetpolitikáról biztos, de... Meg rólunk, fiatalokról. Fogalmam sincsen. Hú, hát fogalmam sincs, miről fog szólni Orbán Viktor beszéde. Hát nem tudom, tavaly is végig aludtuk. Fogalmam sincs. Reménykedünk benne, hogy valami jóról. Lilám nincs. Hát, az időjárásról. Nem tudom őszintén. Hú, hát jó kérdést. Nem tudom, tényleg nem tudom elképzelni. Nem tudom. Őszintén nem ezért jöttem erre a helyszínre, de politikáról. Nem tudom. Nem is érdekel. Nem nagyon szoktuk hallgatni Orbán Viktor beszédét. Nem tudom. Nem is gondolkoztam eddig rajta. Orbán Viktor lesz beszéde? Ezt nem is tudtam. Szombaton? Hát szerintem ilyen fele hazugság lesz. Így teszi a szépet, meg minden, mert én jobbikos vagyok. Úgyhogy nekem nem jön be annyira. Biztos a bevándorlásról arról fog beszélni, hogy hogyan állítsák meg minden, és hogy minket itt támogatni fognak. Persze csak amikor szavazás van akkor, és ennyi nagyjából. Hú, hát igazából mi most ide nyaralni jöttünk, és csak hallottuk, hogy van ez a rendezvény, és lenéztünk, de nem vagyok képbe, hogy milyen programok vannak, szóval nem tudom, hogy miről fog szólni. Tjú, valószínűleg a görög helyzetről, ukrán helyzetről, és nagyon remélem, hogy reflektál valamint arra, hogy így elhidegült a két ország között a viszony, mert na, ez egy senkinek nem jó, főleg nekünk erdélyeknek nem. Tételesen mondjam, vagy csak vicc volt? Hát nem tudom, én gondolom, mostani aktualitások ezek a migrációs történetek, illetve valószínűleg, hogy ami ide Erdélyhez is kapcsolódik, valami ilyesmi témák lesznek, én ezt tudom elképzelni, de köré lesz nagy valószínűséggel Európai Unió, és milyen lépéseket kényszerül a kormány ahhoz tenni, hogy komolyan vegyenek minket, vagy hát, hogy odafigyeljenek ránk ezekben a kérdésekben. Híja mindenit! Hát gondolom, hogy lesz benne szó a bevándorlókról, és hát ilyenkor minden évben azért csak szót ejt arról, hogy a nemzetpolitika hogyan fog alakulni a közeljövőben, illetve hogy összegzi egy picit, hogy mi történt az elmúlt esztendőben a határon túli külhoni magyarság nemzetpolitika terén. Hát gondolom az autonómia problémáról. Hát nem tudom, a különböző fejlesztésekről, amit most így közös partnerségben dolgozunk Románia és Magyarország között, ami van. És nem tudom, nagyjából ennyi szerintem. Mit kérdeznél tőle? Hát igazából az, hogy képzeli el a jövőnket. Jól érzi itt magát? Hogy milyen volt Horvátországban? Esetleg valamit most a kerítéssel kapcsolatban. A menekültekhez miért viszonyul ilyen köcsögül? Mikor lesz szabad Erdély? Jövő héten lesz első. Tud-e hatni arra, hogy végre autópálya épülhessen errefelé? Ismerem, érted? Csak így... Miért? Miért akarja ezt tenni? Miért csinálja ezt? Régen találkoztunk, hogy van. Hát ez váratlanul ér. Hát, hogy nagyon hirtelen vázolja nekem, hogy az elkövetkező évben merre tovább külhoni magyarság. Miért jött ide? Hát, hogy konkrétan mikor lát esélyt arra, hogy valaha is Erdély megkapja majd az autonómiát, vagy illetve miben tudna ő segíteni konkrétan ennek az ő előrevitelében. Hát nem készültem erre a semmilyen kérdésre. Én nem inkább kérdeznék, hanem inkább azt mondanám, hogy csak így tovább, mert szeretjük, hogy ennyire merészen felvállal így az Európai Unióba olyan dolgokat, ami nem egészen tetszik az uniónak, és mondjuk egy kicsit ezzel szemet szúrnak, de
De azért kell szerintem, hogy valaki tényleg a magyarság érdekeit nézze. Nincsen hozzáfűzni valami. Mármint nem tudnék tőle semmit kérdezni. Még fiatalok vagyunk az ilyenhez. Ami a szívemen, az a számon.